Újraindult a közmunkaprogram. A Nyírerdő ZRT-nél egész évben 780 közfoglalkoztatott dolgozhat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a Hajdú-Bihari erdőkben. Új helyen a gyermekrehabilitáció. Ezen a részlegen évente közel 260 fekvőbeteget kezelnek a Józsa András oktatókórházban, az ambuláns ellátásban pedig több mint 50 ezer az esetforgalom. Vízvilágnap. Míg az ország többi részén a túl sok víz, az árvíz és a belvíz jelent problémát, addig nálunk az alacsony talajvízszint, valamint a kiszáradt tározók okoznak gondot. Újraindult a közmunkaprogram a Nyírerdő ZRT-nél. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Egész évben 780 közfoglalkoztatott dolgozhat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a Hajdú-Bihari erdőkben. Sokan évek óta benne vannak a programban. Nyírtúra határában jelenleg akácerdőt telepítenek a közmunkások. Akácfákat gondoznak a közfoglalkoztatottak Nyírtúra határában. Márton Béla 1984 óta dolgozik az erdészetnél. Évek óta benne van a közmunkaprogramban. Másfél éve van nyugdíjig, addig szeretne itt dolgozni. Muszáj, mert más lehetőség nincsen, és ezt itt van helybe, muszáj csinálni. Máshova már én nem tudok elmenni, ebbe 30 éven benne van. Úgyhogy ezt megmondom őszintén, tudom is csinálni, értem is csinálni. A Nyírerdő ZRT két megyében felel az állami erdőkért. A közmunkaprogramban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 54, Hajdú-Biharban 27 településről verbúváltak résztvevőket. A dolgozók többsége évek óta dolgozik a cégnek. A dolgozóink 70-80%-ban visszatérő emberek. Ez egyrészt sajnos, mert ez azt jelenti, hogy nem helyezkedtek el a közfoglalkoztatáson kívüli munkaerő piacon, másrészt nekünk meg viszont kedvezőbb, mert ezeknek a dolgozóknak nem kell újból mindent megtanítani, mindent megmutatni, hanem viszonylag már otthonosan mozognak az erdőben. Most új akácerdőt telepítenek a közfoglalkoztatottak. Még alig látszik ebből valami, de 8 év múlva ekkorára nőnek a fák. A dolgozók emellett parkgondozásban és például az allergén gyomnövények írtásában is részt vesznek. A rendszer lényege az erdészetnél az, hogy közvagyont gyarapító, értékteremtő munkát végezzenek. Ebben az évben a két megyében átlagosan 780 főt alkalmaz a Nyírerdő. Ez azt jelenti, hogy nyári időszakban közel 850 fő is fog dolgozni, és értelemszerűen a téli időszakban kevesebben fognak dolgozni, de ez a 780 fős átlag létszámot teljesítenünk kell. A közmunkások nem csak dolgoznak, de tanulnak is. Az a cél, hogy előbb-utóbb a munkaerőpiacon találjanak állást. Ebben az évben a belügyminisztérium több mint 1 milliárd forintot biztosít a Nyírerdő ZRT-nek a közmunkaprogramra. Március elején indult, és 2017. február végéig tart a munka. Új helyére költözött a gyermekrehabilitációs osztály a Józsa András oktatókórházban. A szakrendelések ezen túl a citromsárga színű tömb földszintjén működnek. Ezen a részlegen is jelentős a betegszám. Évente közel 260 fekvőbeteget kezelnek, az ambuláns ellátásban pedig több mint 50 ezer az esetforgalom. Ebbe az épületbe költözött át a Józsa András Oktatókórház gyermekrehabilitációs részlege. Ezentúl európai színvonalú, akadálymentesített környezetben biztosítják a gyermekek ellátását, ami azért is fontos, mert az itt kezelt betegek legnagyobb része mozgássérült, de más előnyei is vannak a költözésnek. A gyerekosztállyal majdnem teljesen egy épületben vagyunk, így az akut osztályról az akutan rehabilitálandó gyerekeknek az ellátása is sokkal könnyebben megoldható most már. Ez a szervezés, ez lehetővé teszi, hogy mindenféle terápián külön helyiségben történjen meg, illetve maga az akut osztályon, az akut rehabilitáció már az intenzív részlegeken is elkezdődhessen, ezáltal is a gyerekeknek a gyorsabb felépülését elősegítve. 12 szakrendelés működik az osztályon, éves szinten közel 260 fekvőbeteget kezelnek, az ambuláns ellátásban viszont az 50 ezret is meghaladja az esetforgalom egy évben. Az itt kezelt betegek mozgássérült vagy mozgásában fogyatékos gyermekek. Többek között gyógytorna, konduktív terápia, elektroterápiás lehetőség és masszázs is elérhető az osztályon, de pszichológiai és logopédiai kezelést is biztosítanak a gyermekeknek. Akkor a csecsemőkorban kialakult agyi
agyi rendellenességekre, agyinokszák miatt kialakuló mozgás és tartási rendellenességek miatt megbetegedett gyermekeinkre, gyermekeinket látjuk el, illetve emellett más eredetű mozgássérültjeinket is ellátjuk, és ezekhez a betegségekhez mindig társulnak olyan kiegészítő elváltozások, amelyek érzékszervi, értelmi fogyatékosság, illetve táplálási vagy egyéb rendellenesség. Az osztályon 0-tól 18 éves korig kezelik a gyermekeket, legnagyobb részük óvodás és kisiskolás, ugyanis az iskolák sok esetben biztosítják a mozgásterápiás foglalkozásokat. Az előző fél évben kapott diákigazolvány matricák március 31-ig használhatók. Erre hívja fel a vonattal utazó tanulók figyelmét a MÁV Start. A köznevelési és felsőoktatási intézmények a 2015-2016-os tanév második fél évében is érvényesítő matricákkal látja el a diákigazolványokat, amelyek így 2016. október 31-ig érvényesek. Az új matricákat ennek értelmében március végéig érdemes beszerezni. A vasúttársaság arra kéri a diákkedvezménnyel utazókat, hogy időben gondoskodjanak diákigazolványuk érvényességének meghosszabbításáról. A megállapított menetdíj vagy pótjegy árán felül ugyanis 8000 forint pótdíjat kell fizetnie annak, aki érvénytelen igazolvánnyal vagy igazolással veszi igénybe a kedvezményt, illetve jogosultságát nem tudja az előírt módon igazolni. Március 31-én lejár az éves kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a kérdésünkre elmondta, az évi 5000 forintos díj köztartozásnak minősül, amit a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajt be. Tavaly az érintettek 75%-a tett eleget a kötelezettségnek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak nem 30 ezer gazdálkodó szervezet számára kötelező az éves kamarai hozzájárulás megfizetése. Az elmúlt évben a vállalkozások háromnegyede fizette be ezt a díjat, amiért cserébe a kamara különböző tájékoztató előadásokat tart, valamint kapcsolatépítési lehetőségeket is biztosít a tagok számára. Március 31-én jár le az ez évi fizetési határidő, tehát várjuk a gazdálkodó szervezeteket, hogy eleget tegyenek ennek a kötelezettségnek. A tavalyi évben is és az idén is már azt a gyakorlatot folytattuk, hogy levélben értesítettünk minden gazdálkodó szervezetet arról, hogy ez a határidő közeledik, hiszen nagyon sokan megfeledkeztek róla. Az első időszakban volt, aki azt gondolta, hogy ez csak egy egyszeri díj, tehát hogy csak 2012-ben kell megfizetni. Összekeverték a vállalkozók azzal, hogy a regisztrációs adatlapot 2012-ben kellett kitölteni, akkor kellett beadni. Ezt nem kell minden évben megismételni, csak akkor, hogyha a leadott adatokban változás történik, vagy ha egy vállalkozás alakul, és azt 5 napon belül a kamara felé jelezni kell. 2012 óta kötelező a kamarai hozzájárulás megfizetése a gazdálkodó szervezeteknek, ezért a tavalyi évben már megkezdték a 3 évnél régebbi tartozások behajtását. Az elmúlt évi adatokat figyelembe véve a 2015-ben 75%-a fizette be a gazdálkodó szervezeteknek ezt a kamarai hozzájárulást, és ehhez igazodva mi elkezdtük a behajtási folyamatot is, hiszen ez az összeg, ez köztartozásnak minősül, és a NAV-nak folyamatosan tudjuk átadni ezeket a tartozásokat. A hozzájárulás megfizetését folyamatosan nyomon követik a kamara munkatársai, és minden befizetéskor a legrégebbi tartozást írják jóvá, tette hozzá a főtitkár. Álló teherautónak ütközött egy személygépkocsi a 41-es főútvonal nyíregyházi kivezető szakaszán ma reggel. A balesetben senki nem sérült meg, viszont a reggeli csúcsforgalomban jelentős fennakadást okozott. Mivel a balesetet okozó autó nem felelt meg a műszaki előírásoknak, a rendőrség a forgalmi engedélyt a helyszínen bevonta. Az anyagi kár jelentős. Újfajta kihívással kell megküzdenie a vízügyi szakembereknek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Míg az ország többi részén a túl sok víz, az árvíz és a belvíz jelent problémát, addig nálunk az alacsony talajvízszint, valamint a kiszáradt tározók okoznak gondot. A probléma kezeléséről és az eddigi sikerekről is szó volt a Megyeházán tartott vízvilágnapi rendezvényen.
Vizek és mesterségek. Ezzel a címmel ünnepelte a 23. vízvilágnapját a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. A rendezvényen ismeretterjesztő és tudományos előadásokkal hívták fel a szakemberek a víz fontosságára a figyelmet. Most itt a megyeházán a vízügyi igazgatósággal együtt tartjuk ezt a rendezvényt, amelyről szeretnénk felhívni a víz jelentőségére a figyelmet. És hogyha egy párhuzamot fel lehet állítani, akkor mindenképpen megemlíteném azt, hogy a föld népességének az alakulása az ugye elég megdöbbentő ütembe növekszik, és 10 000 emberöltő kellett ahhoz, hogy az 1 milliárdot elérje, majd lényegében 45 után egy emberöltő alatt elértük azt, hogy most már több mint 7 milliárdan lakunk a Földön, és hogy kapcsolódik ez a vízhez, illetve a víz felhasználás. Az csak úgy, hogy ennek az ütemnek a kétszeresével nőtt a vízfelhasználás az utóbbi 100 évben. A föld 3/4 ugyan víz borítja, azonban ennek mindössze 1%-a az édesvízi készlet. Az előrejelzések alapján 2050-re a föld lakosságának több mint 1/3 nem jut majd ivóvízhez. A Feti Vízik igazgatója a rendezvényen elmondta, az ország más területein a túl sok víz, míg térségünkben a vízhiány kezelése jelent kihívást a szakemberek számára. Szokatlan jelenségnek vagyunk a tanúi itt a Felső-Tisza vidékén. Az elmúlt 2 évben nagyon komoly vízhiány jelentkezett a térségünkben, hazánk más területeivel ellentétben. Még másutt a belvizeket szivattyúzták, addig itt gyakorlatilag a talajvizek is soha nem látott mélységbe jutottak, tározók száradtak ki, úgyhogy az igazgatóságunk elkészítette azt a tervet, ami a vízpótlásra és a vízvisszatartásra vonatkozik. A vízgazdálkodási intézkedéseket a Nemzeti Vízstratégia keretében a Kvassai Jenő terv határozza meg, amely megyénkre vonatkozó összetett stratégiáját is ismertették a konferencián. Azt a vizet, amit eddig elvezettünk, azt tartsuk vissza, és a visszatartás önmaga egyszerre szolgálja a vízkárelhárítást és a vízhasznosítást. Tehát csípjük le az árhullámoknak a tetejét, ezt a vizet félretéve száraz időszakban lehessen használni. Ennek érdekében egy nagy tömegű tározó építés van előirányozva, de hogy a dolognak ne csak a hidrotechnikai részét, tehát a vízmérnöki részét nézzük, nagyon fontos célja, célként van a Kvassai tervben kitűzve az, hogy agrotechnikával és egyéb civil eszközökkel is minél jobban tartsuk vissza a vizet. A terv részeként már az idei évtől használják azokat a zsilipeket, amelyekkel vizet lehet visszatartani, és a tavaszi árhullámokból sikerült több tározót is feltölteni, valamint a 2 éve szárazon álló rétközi tó is új életre kelt a Tisza vizéből. Klímaváltozás, globális felmelegedés, ma van a meteorológia világnapja. A részletekről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. Hazai pályán szenvedett 20 pontos vereséget az Éllovas MTK Budapesttől a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen a fővárosiak 78-58-ra verték Farkasinszky Gyuláné együttesét. Elsőként Kisvárdán mutatkozott be az OBI kézi program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelynek célja, hogy már a legkisebbeknek kedvet csináljanak a sportákhoz. Klímaváltozás, globális felmelegedés. Évek óta hallunk ezekről a jelenségekről, és érzékeljük is, hogy Magyarország éghajlata változáson megy át. Ezt az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai is jelzik. A Meteorológiai Világnap alkalmából több konferenciát tartanak világ- és országszerte. A Nyíregyházi Egyetem rendezvényén az úgynevezett katonameteorológiáról hallhattak az érdeklődők. A légierő időjárás előrejelzéshez kapcsolódó igénye hívta életre az önálló katonameteorológiai szakterületet, hangzott el a Nyíregyházi Egyetem meteorológiai világnapi rendezvényén. Az ágazat képviselői között akad, aki repülőtereken vagy légiforgalmi irányító központokban dolgozik. Különböző szárazföldi műveletekhez, missziós feladatokhoz, illetve különböző fegyverzett technikai rendszerekhez, ahol tudhatók azok a meteorológiai küszöbértékek, amik fontosak az üzemeltetés szempontjából, szolgáltatunk speciális információkat, úgynevezett hatásmátrixokat, amelyben gyakorlatilag leegyszerűsítve a döntéshozók számára adjuk át azokat a bonyolult meteorológiai adatokat, amivel ő könnyen utána dönteni tud az adott eszköz bevetéséről, alkalmazásáról.
Ez az ábra a 2015-ös nyár középhőmérsékletét mutatja, az ország túlnyomó részén 22 Celsius fok felett alakult az évszak középhőmérséklete. Ez az ábra pedig azt mutatja, hogy a korábban mért úgynevezett meteorológiai normáltól hány fokkal tértek el a tavalyi adatok, a standard időszak méréseit 2 fokkal haladta meg a 2015-ös nyári átlag. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai is azt mutatják, változáson megy át hazánk éghajlata. Hazai pályán szenvedett 20 pontos vereséget az Éllovas MTK Budapesttől a Nyíregyházi Kossársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen a fővárosiak 78-58-ra verték Farkasinszky Gyuláné együttesét. Az NKS az alapszakasz utolsó fordulójában a Kislenke Kossársuli otthonában lép pályára. A keleti csoport második helyezettje fogadta a lista vezetőt, ennek ellenére kevesen számítottak szoros mérkőzésre. A hibátlan bajnoki mutatóval érkező fővárosiak az első negyedet 4 ponttal, a másodikat pedig 10-zel nyerték a csak felvillanásokra képes NKS ellen. A harmadik 10 percben újabb 13 pontot tett hozzá előnyéhez a bajnok jelölt, így számukra még az is belefért, hogy a hazaiak 7 ponttal megnyerik az utolsó negyedet. Minden tekintetben az átlagkorban is sokkal rutinosabb csapat érkezett, magasságban is sokkal jobb szerkeződő csapat érkezett, tehát alapvetően nem voltunk egy súlycsoportban az MTK-val, természetesen megpróbáltuk megnehezíteni a dolgokat minden téren. Talán, hogyha pontosabban dobunk és azok a helyzetek, amik most nem befelestek a gyűrűbe, azok beesnek, akkor talán lehetett még egy szorosabb mérkőzést játszani, de az MTK szerintem nem igazán fogja tudni ebbe az évben senki megverni. A Nyíregyházi Kossársuli veresége ellenére is megőrizte második helyét a tabellán, sőt az is biztos, hogy az alapszakasz utolsó meccsének eredményétől függetlenül ebben a pozícióban zárja a bajnokság első szakaszát Farkasinszky Gyuláné együttese. Bármi is történik a Kislenkétől, nem lenne szabad kikapnunk. Egy esetleg vereség is egyébként nem akadályozza meg azt, hogy a második helyen végezzünk. Ugye ez olyan szempontból jó nekünk, hogy akkor 2-szer tudunk hazai pályán játszani majd a következő mérkőzéseken. Ugye egyértelmű, tehát az első 4, az keresztjáték, hogy játszik 1-4-2-3, és mindig aki előrébb végzett a bajnokságban, tehát mondjuk a kelet második lettünk, és a nyugat harmadikkal fogunk játszani, és így nekünk jutott az a szerencse, hogy mi fogunk 2-szer hazai pályán mérkőzést játszani, hát legalább is remélem, hogy ez a mi esetünkben ez szerencse lesz, és nem hátráltatni fogja a lányokat. A nyugati csoport harmadik helyén a Tatabánya végzett, így a nyíregyháziak a korábbi évekből már jól ismert ellenféllel szemben harcolhatják ki a legjobb 4 közé jutást. Elsőként Kisvárdán mutatkozott be az OVIK kézi program Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, amelynek célja, hogy már a legkisebbeknek kedvet csináljanak a sportákhoz. A több mint 150-szeres válogatott Tóth Tíme által felügyelt program játékos bemutató foglalkozások segítségével igyekszik megnyerni a kicsiket a kézilabda számára. A különböző sportágak nagy versenyt vívnak a gyerekek kegyeiért, már óvodáskorban igyekeznek kedvet csinálni a kicsiknek az általuk alkalmazott mozgásformákhoz. Az ovifocit már korábban elindító ovifoci alapítvány, a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a korábbi 152-szeres válogatott Tóth Tímea az év elején indította el az ovikézi programot, amely a megyében elsőként Kisvárdán mutatkozott be. Nagyon friss a történet, mert hogy 10-akárhány óvodában voltam eddig, a cél az az 50 óvoda meglátogatása június elejéig, tehát a tavasz az elég erős lesz, és megyek az ország minden területére, és a cél az az, hogy megismertessük a szivacslabdát, mivel hogy óvodásokról beszélünk, labdás játékok vannak, fogójátékok, szerencsére az a tapasztalat, hogy az óvónők nagyon is tisztában vannak ezzel, és nagyon erőteljesen alkalmazzák az óvodában, és szeretetik meg már a gyerekeket a labdával. A Kisvárdai KC szakmai igazgatója szerint fontos, hogy lépésről lépésre haladva képezzék azokat a gyerekeket, akik kedvet kapnak a sportákhoz. Óvaintek mindenkit, hogy itt bejön az óvodába a gyerek, és a végtermék rögtön egy válogatott kézilabdás. Tehát inkább azt fogjuk majd mi itt képviselni, hogy melyik korosztályban melyek azok a képességek, amelyek fejleszthetők. De úgy gondolom, hogy nem állunk ettől távol. Én is meglepődve láttam, hogy az óvónők azok abszolút napra kész felkészültek. Már a nagyon
kicsi korú gyerekek, két és fél éveseknek labdát adnak a kezükbe, tudnak velük bánni, elkezdenek alapvető képességeket fejleszteni, és ezt kell végigvinni, ehhez kell egy szakos felkészültség a rendszerbe nálunk, ami nekünk is kihívást jelent szakmailag, de úgy gondolom, hogy fel fogjuk tudni építeni. A kisvárdai rendezvényen több mint 50 óvodás vett szivaslabdát a kezébe. A program vezetője elmondta, hogy a következő hetekben több megyebeli intézményt is meglátogatnak majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Újraindult a közmunkaprogram a Nyírerdő ZRT-nél. Egész évben 780 közfoglalkoztatott dolgozhat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és a Hajdú-Bihari erdőkben. Sokan évek óta benne vannak a programban, Nyírtúra határában jelenleg akácerdőt telepítenek a közmunkások. Új helyére költözött a gyermekrehabilitációs osztály a József András Oktatókórházban. A szakrendelések ezentúl a citromsárga színű tömb földszintjén működnek. Ezen a részlegen is jelentős a betegszám, évente közel 260 fekvő beteget kezelnek, az ambuláns ellátásban pedig több mint 50 ezer az esetforgalom. Újfajta kihívással kell megküzdenie a vízügyi szakembereknek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Míg az ország többi részén a túl sok víz, az árvíz és a belvíz jelent problémát, addig nálunk az alacsony talajvízszint, valamint a kiszáradt tározók okoznak gondot. A probléma kezeléséről és az eddigi sikerekről is szó volt a Megyeházán tartott vízvilágnapi rendezvényen. A Kölcsei Televízió iradóját látták március 23-án, szerdán. Friss hírekkel holnap este is várjuk majd önöket, tudósításaink elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A felhős csapadékos időt okozó mediterrán ciklon elhagyja térségünket. Csütörtökön már az észak felől érkező hideg, szárazabb levegő alakítja időjárásunkat. Éjjel eleinte többnyire erősen, majd változóan felhős idő várható, csapadék nem valószínű. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul. Reggelre általában 0 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, majd késő délutántól kiderül az ég, csapadék nem valószínű. Az északi szél megélénkül, időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul, meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban mérsékelten meleg idő lesz, majd a jövő héten néhány fokot emelkedik a nappali felmelegedés mértéke. De péntektől vasárnapig hajnalonként nagyobb területen még gyenge fagy is lehet az országban. Továbbra is változékony időnk lesz. Országos, nagy csapadék ugyan nem valószínű, de a hét végén és a jövő héten is várható elszórtan eső vagy zápor. Többször lesz felhős az ég, emellett azonban hosszabb, rövidebb napos időszakok is várhatók.